Szerda délután vették át elismerésüket azok a diákok, akik a 2022-23-as tanévben nem csak a sportban, hanem a tanulásban is remekeltek a vármegyében. A rendezvény a Phoenix Rock'n'Roll SL bemutatójával indult. A Sportegyesület hét kiválóságának produkciója után az iskolások átvették elismerésüket a Fejérvár megyei Diáksport Egyesület elnökétől, Gahovec Tibortól. Néptestben néplélek, régi ókori görög mondás, ez itt is érvényesül, hogy egy jó tanulónak a jó sportolás rendszerességet megteremti, létrehozza az életébe, ami az későbbiek során, az élete során is pozitívként jön vissza. Gahovec Tibor hozzátette, a díjazott diákok edzőit, szüleit és tanárait is elismerés illeti, hiszen ők segítették hozzá a fiatal tehetségeket, hogy a sport mellett az iskolai eredményekben is remekelhessenek. A díjak átadásában idén Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója, Horváth Lajos Zoltán, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatója, valamint Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere nyújtott segítséget, aki elmondta, az eseményen résztvevő diákok példaképek diáktársaik előtt. Köszönöm a Magyar Diák Olimpiai Szövetségnek. Egyrészt, hogy évről évre megszervezik ezt a fantasztikus mozgalmat, ahol Székesfehérváron és Fejér megyében is több ezer fiatal sportol, és figyelnek arra is, hogy nem csak jól sportolnak a fiatalok, hanem mellette jól is tanulnak. És nagyon fontosnak tartom, hogy ők példaképek és így is álljanak hozzá, hogy legyenek magukra nagyon büszkék, hogy a többi társuk előtt megmutatják, hogy lehet sportolni is és tanulni is egyszerre kiválóan, és ezt ma megköszönjük nekik, úgyhogy szívből gratulálok mindenkinek, aki ezt a címet ma elnyeri. A tavalyi évben elért sportolói, illetve tanulói eredményei miatt 20 tanulót tüntettek ki, 5 diákot a körzet legjobb sportolója díjjal, 8 pedagógust a körzet testnevelője díjjal ismertek el. De a Diákolimpia fiatal Fejérvár megyei testnevelője díjat is kiosztották, az elismerés pedig a Sárbogárdi Rehák Tamás nyerte el.